Hello, hello! Mindjárt meg is ejtjük a Canon kamera tesztjét. Ez a CNL-CVC2-es típus, aminek a telepítéséhez el kellett látogatnom a canon.eu product CNL-CVC2-es címre. A support, tehát a canon.eu per supporton is ugyanígy meg lehet találni, csak be kell írni a típust. Ugye a kicsomagolásban már megmutattam, ilyen nagyon erős csipesz van hozzá, megmondom, hogy nekem nagyon nem tetszik, nagyon nem jól működik, ugyanis fejen állva kellett raknom a kamerát, hogy ne csúszson le a képernyőről, tehát pont nem így raktam fel, ahogy itt látható, és erre hajtva, hanem hátrafelé, pont fordítva, és akkor úgy működik most. Nos, mindegy, itt vannak az adatai, 2 megapixeles, 1/4 colos CMOS, 1600x1200 max, igaz, de gondolom valami felskálázott. Jelenleg 1280x960-ra raktam, ugyanis a Logitech C270-esemhez fogom hasonlítani, és akkor ugye úgy az igazságos, ha mind a kettő egy felbontáson dolgozik. 30 fps már most mondom, hogy nem igaz, maximum esetleg a legkisebb felbontásnál, vagy sima VGA-ba USB 2-es, 360 fokban forgatható fej, ami, hát ja, igen, HD 720p, és 5 megapixeles felskálázott képet csinál, mert ugyebár azt írta, hogy 2 megapixeles a CMOS, egy kábel, tehát nem kell külön mikrofonkábel, de mindjárt ezeket is leteszteljük. És a monitorra lehet felcsíptetni, súly, meg ilyesmi minket nem érdekel. 24 hónap a garancia. Jó. És itt tölthető le hozzá egy driver, ami Sony driver van hozzá, kérlek szépen. Eleve úgy jön be, amikor telepítük, hogy Sony Electronic support, vagy valami hasonló, és akkor utána így is jelenik meg a vezérlőpultban, hogy USB device, de ha ránézzünk a driverre, akkor írja, hogy Sony Technology, tehát ez valami Sony belső van, gondolom én. Jó, lássuk a képet. Kirakom a feliratokat is, hogy lehessen azonosítani a két kamerát. Hát ugye bár megpróbáltam a színeket nagyjából belőni. Ha még egyszer kikapcsolom, akkor itt látszik, hogy ez a Sony-nak a kezelőfelülete. Ennyi, nem több. Ez a sima alap beállítások. Effektusoknál nem tudok semmit állítani. Keretet tudok neki rakni, és nagyítást tudok állítani, amit használtam is, mindjárt megmutatom, hogy miért. Ugyanis viszont nagy a látószöge. Tehát a C270-esnél pontosan ennyi a látószög, nem több. Az arcra fókuszál a dolog, és itt viszont, most nagyon jól beállítottam, na mindegy, és ennyi. Tehát ekkora a látószöge volt a kép a kamerának, de gondoltam, hogy rámegyek a nagyításra, ugyanis hát ugye akkor már eleve úgy lenne fair, hogyha egyforma lenne. Így valahogy, igen, picit távolítunk, így nem jó. És így, jó, körülbelül most egyforma méret, jó. Láthatjuk, hogy élességben már nem jeleskedik annyira a világos színek, pedig most a neonfénnyel világítom meg magam, és lehet látni, hogy itt már a világos, tehát teljesen be vagyok égve. Jó, na, tényleg.
Igen, tudom, hogy kétértelmű. Na, tehát a világos részek teljesen be vannak égve az arcomon, holott a C270-nél nem, de a Canyonnál igen. A színekkel is kellett korrigálnom, mert rettenetesen narancssárga voltam. A Logitechnél szintén ott egy kis kontrasztot kellett rárakni, mert olyan volt az egész kép, mint hogy egy picit olyan ködös, homályos, fátyolos lenne. Ezért egy kis kontrasztot ráraktam. Az FPS-ekről is essen némi szó, ugyanis, ha jól látjátok, ugye lehet látni az FPS különbséget. A C270 valóban hozza a 30 FPS-t, amit ígér HD-be, egyelemben a Canyon az biztos, hogy nem. Na de próbáljuk meg azt, hogy itt real-time állítok felbontást. Bocsánat, kicsit elidőzünk vele. Na, lerakom mondjuk 640x480-ra, gondolom, nem tudom, hogy változott-e valami, igazából semmi. Szerintem semmi, ugyanúgy utánégetőben ment az ujjam. Igazából a felbontásban sem láttam semmiféle különbséget. Felrakom 1600x1200-ra. Én nem látok különbséget. Az is lehet, hogy 640x480-ba megy csak. Látszik az FPS különbség. Nagyon is látszik. Jól van, akkor jöjjön a mikrofon teszt is, ugyanis beépített mikrofonnal is rendelkezik. Sima USB mikrofonként jelenik meg, ugyanis volt egy előző kamerám, telefon, úgyhogy itt lesz egy vágás. Nos, alkalmaztam egy vágást, ugyanis közben csomagom jött, amit ezután ismét csomagolhatok ki. Jól van, nem baj. Nos, viszont ott tartottam, hogy nézzük meg a mikrofonteszteket. Ugye jelenleg ez a kis Klipsz mikrofon üzemel, ez egy ilyen 1000 forintos, 1000-1500 forintos, tehát ahhoz képest jó a hangminősége, de lássuk, mit tudnak a kamerák. Azt kell tudni, hogy az OBS-be mindig berakom a hangszűrést, ugyanis eleve engem hűt egy ventilátor, mert meleg van, mert rohadt meleg van. Plusz itt van mellettem számítógép, amiben sok ventilátor, nagyon zúg, tehát muszáj a hangszűrés. Jó, lássuk akkor először a C70-nek a hangját. Nos, tehát most a C70-nek a hangját halljátok. Nem tudom, hogy mennyire van különbség ehhez képest, de biztos, hogy van. Eleve van egy jó fél méter a szám és a mikrofon közt, viszont enne a C70-es kamerának az előlapon pont szemben ott mellette ott van a mikrofon, tehát közvetlenül a mikrofonba beszélek. Ezen a kis kanyonon viszont nem látok sehol semmiféle lukat, ahol a mikrofon leledzne, úgyhogy na mindegy, nézzük meg annak is a hangját, akkor ezt itt elnémítom. Ezt pedig felkapcsolom, és akkor én is nagyon kíváncsi vagyok ám a végeredményre, mert ugye majd én is csak akkor fogom meghallani a különbséget, amikor már a videó aktuális lesz nézésre. Jó, rendben, körülbelül most már biztos, hogy kiderült, hogy milyen a hang, úgyhogy visszaváltok a Klipsz mikrofonra. Ez most meg is történt, gondolom érezhető, hallható a különbség, ha érezhető nem is. Nos, hát továbbra is folyamatosan azt nézem, hogy az FPS az síralmas. Na mindegy, de ez a kamera, ez kimondottan másodlagos kamerának lesz, hogyha esetleg több szemszögből akarom fölvenni, hogy szerelek, vagy ilyesmi, netalántán live-ban, vagy csak simán rögzítve. Jó, hát akkor szerintem ennyi lett volna ennek a Canon webkamerának a tesztje. Ugyebár ez egy ilyen tényleg 4000 forintos kis vacak, tehát nem is vártam tőle különösebben semmit. Ugye látható is a különbség a 10.000 forintos kamerához képest, úgyhogy igen. Jó,
Még azért nagy vágyam egy ilyen C2 922-es kamera Logitech. Nem hiszem, hogy mostanában lesz, de az még nagy vágyam lenne. És akkor már három kamera sorakozna. Na nem, tényleg az nem. Jó, akkor ennyi volt tényleg a teszt. Remélem tudtam segíteni, ha valaki ilyet akar választani. Én azt mondom, hogyha csak sima ilyen Skype hívásra akarod, és nem konkrétan vlogolásra, akkor megfelel, bár akár még vlogolásra is jó. Azt még megnézhetjük, most a világításom körülbelül vagy 50 vagy 25%-on van, tehát azt megnézhetjük, hogy felrakom a fényerőt maximumra, hogy akkor mit produkál a két kamera. Hey. Na jó. Jó, maximális fényerő. Oké, nincs másik lámpa. Jó, igazából nem látok sok különbséget, ugyanúgy a kanyonnál a világosabb részek beégnek, a Logitechnél meg talán a zajszűrés, kevesebb zajszűrés kell ugye a nagyobb fény miatt, ezért talán egy kicsit az élesség az, ami helyre jön, de a kanyonnál nincs túl sok automatika, úgyhogy ennyi. Na jó, ez még volt a végső teszt. Hogy nehogy azt lehessen mondani, hogy kevés volt a fény, és a kanyonnak azért szarabb a képe. Tehát ennél több fényt nem akarok, hát megvakulok így is már. Jó, akkor most van vége. Hello, hello!